Köszöntjük Önöket a Napvitájában, a Hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Tovább bonyolódik a Városháza eladási botránya. Miért lapít a főpolgármester? Kezdünk! Ez a Csörte, a Napvitája. Mai vendégeink. Kukorelli Endre költő író, aki szerint, mint sok minden másnak, a Városháza körül kialakult történetnek is több olvasata van. Pesti László producer, aki rendszerváltó értelmiségiként mondja azt, hogy a baloldal semmit nem változott. Sem a múltban, sem a jelenben számára nem okozott csalódást. A résztvevők ugyanannyi időt kapnak érveik bemutatására. És ahogy az idő lejár, elnémul a mikrofonjuk. A vitát két elemző újságíró figyeli, akik a második részben mondják majd el véleményüket. Aki a szabályokat betartatja, M. Dobos Maria. Jó estét kívánok! És egyből akkor adódik a kérdés Városháza eladása kapcsán. Van ügy, vagy nincs ügy? Kukorelli Endre? Nem tudom, hát van ügy, mert az ügyeket azt kreálják általában. Nyilván van, hogy nincs kreált ügy, hanem megképződik, de általában az ügyeket azt kreálják. És ez most úgy tűnik, hogy egy nagyon durván kreált ügy, tehát például a Felkonfban is volt ez a szó, hogy lapít, mondjuk például a Karácsony, hogy lapítana. Most ez egy olyan, tehát itt nem egy leíró mondat ez, vagy nem egy leíró szó, hogy nem szólal meg, vagy hallgat, vagy nem nyilatkozik, hanem lapít. Tehát ez rögtön egy ilyen kreálmány, amit rögtön rátolnak egy ember, ez nekem úgy kevésbé tetszik. De minek nevezni azt, hogyha kijönnek ezek a videók, bizonyos hangfelvételek, és Karácsony Gergely azt mondja, hogy nincsen ügy, nem létező ügyről pedig nem tud nyilatkozni. Hát És ez miért lapítás? Azt mondta, hogy nincs ilyen ügy. Na most, hogyha ő azt mondja, hogy nincs ilyen ügy, akkor miért kell ebben kételkedni? Abban a pillanatban, hogyha ő azt mondja, hogy igen, volt ilyen megbeszélés, hogy felmerültek ilyen dolgok, meg minden, akkor meg azt kell szerintem elfogadni. Addig, amíg ő azt mondja, hogy nincs ilyen ügy, addig egyszerűen nem kell ezt felturbozni, megreálni. Pesti László? Hát mielőtt a Városház ügy kapcsán egy szót is kiejtenék. Érdekes szerkesztői megoldásnak tartom, hogy Bandival kéne itten összevesztem, vagy legalábbis valamiféle vaddisznóságot bemutassunk, mert ugye a kék és a piros, mint a profi boxban ugye a két sarok. Én már 20 éves koromban Kukorellit olvastam, 37 éve volt sajnos, már öreg vagyok. Egy levesről szóló versed volt, amikor a leves gondolkozik, hogy levesse-e magát a tányér szélére összvonul. Nem várhatunk túl vad vitát ma este, azt hiszem. Majd megpróbáljuk. De hogy válaszoljuk a kérdésre. De hogy egy témáról esetleg nem. Ugyanaz a vélemény, hogy ezt ki lehet domborítani. Igen, nagyon sok mindenben mi egyetértünk, annak ellenére, hogy a politikai barikádnak elvileg a két oldalán definiálódunk, úgymond, mert hiszen ő az. Ez a helyes kifejezés. Definiálódunk, jól volt, olyan, mint a szépírás oktatója is, azt hiszem, hogy ha megdicsér a használt szóért, akkor azt meg kell köszönjem. Visszatérve a kérdésre, Maria, próbáltam az elmúlt napokban nagyon alaposan utána nézni ennek az egész Városháza ügynek, és tényleg jobbról és balról mindent elolvastam, és egy sajnálatos, hogy a nyelviségnél, vagy a magyar nyelvnél maradjunk, jelenségre figyeltem föl, hogy úgy jobbról, mint balról a feltételes módban leírt és kimondott igék valami 99%-os túlsúlyban vannak, tehát végignéztem a Berki videót, hangfelvételt végighallgattam, tényleg próbáltam egy rendes, szép magyar szóval research-ot csinálni. Nem tudom, hogy van-e ügy, mert a kérdésed ez volt, van-e ügy? Hát, hogy ügy az van, mert hogy tele van vele a sajtó, de én a Karácsonyra nézvést speciál nem találom a bizonyítékot, pedig hidd el, hogy úgy a jobboldali, mind a baloldali sajtót alaposan végignéztem. Ugye de elég a Berki például. Igen, tehát az, hogy egyáltalán fölmerül a dolog, hogy ezt az ingatlant, amely, és valóban bizonyos hangfelvételek, és bizony vannak irat dokumentumok is, amik arra utalnak, hogy ez fölmerült, ezt szögezzük le, ez már önmagában egy felháborító dolog, hiszen Budapest talán egyik legfontosabb épületéről van szó, csak nagyon szeretném látni a bizonyítékot, és hidd el, hogy tényleg utána olvastam, és nem látom. Tehát
miközben már a felvetés is fölháborít, tehát félreértés ne essék, nem képzelhető el, de most fantáziálni fogok, hogy miközben Karácsony Gergely az előválasztásokkal volt elfoglalva, mert ugye vádolta őt a mi oldalunk, eddig alaposan, hogy nem tudom, 500 milliót költött, és honnan volt, és hogy hány hónapot töltött Budapest irányítása helyett az előválasztásokon való szereplésével. Nem lehet, hogy ott a második vonalban a kis tanácsadója, azért valljuk be, ott a vastag figurák vannak, most nem akarok neveket mondani, de a poszkomcsik azért ott rendesen képviseltetik magukat a Karácsony második vonalába, hogy azok ott elkezdtek boltolni valamit, amíg a Karácsony az előválasztással volt elfoglalva? Ez egy érdekes felvetés. Ha és amennyiben ez igaz, amit Pesti László felvetett, akkor ki a felelősség, hiszen a főpolgármester még mindig Karácsony Gergely. Jó, mondjuk én mondjuk valami vállalkozóval elkezdenék arról beszélni, hogy a parlamentet tulajdonképpen el kéne adni, mert az olyan túl nagy, meg minek két ház, alsó ház, meg felső ház, túl van tolva az egész épület, akkor abban egy ügy keletkezne. Szóval én, szerintem se a parlamentet, se a városházát, se a szekszárdi megyeházat, ezeket nem lehet eladni. Nem lehet. Szerintem ez képtelenség. Tehát lehet erről beszélgetni, meg ötletelni, meg minden, lehet azt mondani, hogy a városháza az túl nagy, meg túl korszerűtlen, meg nem ennek épül, stb. Ezeket mind lehet mondani, de hogy azt tudja, hogy ezt nem fogják eladni, ezt megeszem ezt a poharat. Így, és mi a helyzet ezzel az utolsó Anonymous videóval, amely arról szól többek között ez a beszélgetés, hogy milyen ütemezésben végeznék el a főpolgármesteri hivatalnak a felújítását, akár a homlokzatot tekintve, a parkot tekintve, illetve a mélygarázs tekintve, és ott elhangzott egy nagyon érdekes párbeszéd, arról volt szó, ha most szó szerint fogom idézni, elnézést a csúnya beszédet, ki az a hülye, aki elkészíti ezt a parkot, megcsinálja, majd utána feltúrja az egészet a mélygarázs miatt, a válasz pedig az volt, hogy park azért lesz, mert megígértük. Jó, hát ez tényleg volt, ezt nem hallottam, nyilván volt ilyen, mivel hogy maga hallotta, hát csak az a véleményem, hogy ez egy cinikus megjegyzés volt, és minden ilyen cinizmustól egyszerűen undorodom, tehát akik így beszélnek a közpénzekről, azok egyéb gazemberségekre is képesek. Tehát, hogy tényleg ez az ember ezt mondta, akkor én úgy rúgnám ki, hogyha valami pozícióban van, hogy a lába nem érni a földet. Egy kicsit akkor... Bocsáss meg, de egy mondatot hadd tegyek hozzá. Én a producerségről, ami az én szakmám is, mindig azt szoktam mondani, hogy egy jó producer az valójában egy jó HR-es. Ezt gondolom különben egy miniszterelnökről is, vagy egy főpolgármesterről is, bármilyen vezetőről, gazdasági, politikai, kulturális vezetőről beszélünk, egy jó HR-es. Én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely körül olyan emberek vannak ott a kabinetben, ahogy ezt szép magyar szóval szoktuk mondani, akik felháborító, közönséges, aljas, mocskos múlttal rendelkező gazemberek, tereljenek be, szerencsére nem mondok nevet. Szerintem nem jó HR-es Karácsony Gergely, és végighallgattam az Anonymousnak, különben gratulálok. Régi fekete dobozt juttatja eszembe, bár bocsánat. Az Anonymous előtt leemelem, hogy ilyen dolgokkal foglalkoznak. Ez nagyon helyes, igenis. Így van. Ki kell teríteni minden piszokságot és minden mutyit. Igen, tehát Anonymousnak gratulálok. Kicsit azt érzem, amikor a saját fiatalkoromat látom, 32 évvel ezelőtt a régi fekete dobozos fiatalkoromat, amikor úgy jó belenyúl és megmeri mondani, és valódi az angol szász investigatív, oknyomozó, tényfeltáró újságírás nyomdokain halad. Gratulálok Anonymousnak, jók a felvételek, de a bizonyítékot még mindig nem látom. Na egy kicsit akkor összefoglaltuk a nézőknek is, hogy miről szól eddig ez az ügy. Ezzel folytatjuk akkor. Szálljon be ön is! Küldj el véleményét a 0630 654 77 28-as telefonszámra, SMS-ben, Viberen vagy WhatsAppon. És legyen önné a nap kommentje. Bonyolódik a városháza eladási botránya. A Magyar Hírlap tegnapi számában azt írta, hogy céges érdekeltsége és hanghordozása alapján feltételezhető, hogy Gansperger Gyula, korábbi Wallis vezér hallható azon a hétvégén nyilvánosságra került rejtélyes felvételen, amelyben egy fővárosi telek megszerzéséről beszélget két ismeretlen férfi.
Ez az ingatlan adásvételében fontos szerepet játszott az a Berki Zsolt, akinek a neve a Városháza feltételezett eladásával kapcsolatban is szóba került. Közben egy új felvétel bizonyítja, a Városháza el akarja adni az ominózus telket, a közpark pedig látszati intézkedés. A Fidesz kivizsgálást követel, és még Niedermüller Péter is azt mondta, hogy itt valami gyanús, tehát utána kéne nézni ennek az egész történetnek. Mit gondolnak egyébként így összességében erről az urak? Hát kicsit szubjektív vagyok, mert én ugye a Wallis-szal szemben már majdnem vesztettem pert, amikor Bajnai Gordonról egy félreérthető megjegyzést tettem a libás ügy kapcsán, ugye, aminek okán emberek, libatenyésztők, ki nem fizetett libatenyésztők felakasztották magukat, és öngyilkosok lettek, és ő ugye pont Wallis vezetőként, tehát a Wallis tekintetében azt hiszem, ha bármit is mondanék, nem lenne tárgyilagos, hiszen most mondtam el, hogy miért. Gansperger Gyula politikai pályája meglehetősen érdekes. Volt ő már fideszes is, meg Bajnai Gordonista is, meg minden. Egy ilyen behatárolhatatlan ívű politikai és gazdasági vezetői pályát minősíteni szerintem majdnem lehetetlen. Ennyi. Most az a kérdés, hogy ezek az urak, ezek a Városháza alkalmazásában vannak-e? Ha nem, akkor beszélhetnek össze-vissza mindent. Ha igen, a vezérigazgatója ezen a felvételen. Igen, ha igen, ha tényleg ez feketén-fehéren kiderül, akkor nyilván le kell vonni a konzekvenciákat. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy ez az egész dolog, ez egy lehet, hogy beszéltek róla emberek, sőt biztos ezek szerint, de hogy egy teljesen lehetetlen vállalkozás lenne ebbe belefogni, ebbe teljesen biztos vagyok. Szerintem egy picit túl beszélkeztük ügyet, mert addig, amíg ebben teljesen egyetértünk, amíg nincs feketén-fehéren valami bizonyíték, addig miről beszélünk. Tehát ki kell vizsgálni. Tehát aki azt mondja, a Fidesz azt mondja, hogy ki kell vizsgálni, akkor tessék kivizsgálni. Ugye a vagyonkezelőnek a vezérigazgatója be is mutatkozik ezen a felvételen, hangfelvételen, és elhangzik ebben az is, hogy bár az ütemezés szakemberek végeznék, akár a mélygarázs, a homologzat felújítás és a park kiépítése kapcsán, de ott azt mondják, hogy a politikai döntés, hogy megvan-e a bátorság ahhoz, hogy ezt választás előtt meglépjék, na az a kérdés. És ugye ott elhangzanak azok is a dátumok, hogy 22-ben parlamenti választás, a következő évben ugye Budapest évfordulója van, aztán utána önkormányzati választás, mindegyik azt mondja, hogy ehhez politikai bátorság kell. Tehát praktikusan, ha jól értem, az idézett mondatok arra utalnak, hogy valamiféle politikai szituáció mindig van, ami miatt ciki lopni. Jól értem? Tehát, hogy most ezért ne lopjunk jövőre, ezért ne lopjunk két év múlva talán meg, amazért ne lopjunk. Elég, hogy tárgyilagos próbálják maradni, elég szomorú látlelet ez a hangfelvétel, amúgy meglehetősen erős hangfelvétel, ami a 31 évvel a magyar rendszerváltás után, hát némiképp a egykori illúzióinkat szembeköpve elkészült. Na, ezzel megint teljesen egyetértek. Tehát minden mutyinak, minden ilyen lopásnak, nem tudom mi, irgalmatlan oda kéne sózni. Tehát aki ezt csinálja, annak tényleg, ahogy mondta a Zoli, le kell törni, le kell vágni a kezét, vagy le kell törni. Mit mondott? De... Hát, bocsánat, ugye Pokorni Zolira célzol, 12. kerület fideszes polgármesterére, aki egy kongresszuson, ott ültem a 6. sorban, az Fidesz akkori kongresszusán, és azt mondta, hogy amikor mi hatalmon vagyunk, és valaki benyúl a közkasszába, és kivesz onnan 1 forintot, annak le kell törni a kezét, mondta a fideszes Pokorni Zoltán. Ott ültem. Ugye arról is szó volt, hogy Karácsony Gergely például, vagy vélhetően tudott ezekről, legalábbis ki lehet következtetni, többen azt mondják a hangfelvétel alapján, de ugye a minap jelentette be, hogy tervpályázatot írnak ki a közpark kiépítésére, várják az ötleteket és a terveket. Akkor most hogyan értelmezik ezt az ötletet a főpolgármester részéről a hangfelvétel meghallgatása után? Bandikám? Fogalmam sincs, hát én egyszerűen az van, hogyha én abból indulok ki, hogy én bízni akarok azokba az emberekbe, akik az ügyeimet intézik. Tehát, és mindenkinek azt javaslom, hogy próbáljuk meg ezt. Tehát, hogyha lenne a magyarokban egy olyan, tehát megfordulna ez a bizalom, tehát a bizalmatlanság átfordulna a bizalomba. Persze ez most tudom, hogy ilyen nincsen. Ugye tréfász.
Igen, de meg kéne próbálni, tehát mindenki egy kicsit a vállát feszítse ennek a dolognak. Hát én azt mondom, hogyha a főpolgármester vagy a miniszterelnök azt mondja, hogy ez így van, akkor én ezt el akarom hinni első körben. És el is. Majd, hogyha kiderül, hogy nem így van, tehát hogyha azt mondta, hogy nem, és igen lesz, akkor fogom megvonni a bizalmamat. Hiszem még Karácsony Gergelynek annak a fényében, hogy az előválasztáson az egyik nap azt mondta, hogy nem fog visszalépni Márki-Zay Péter javára, majd másnap közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy visszalép Márki-Zay Péter javára. Hát ez egy teljesen más téma természetesen. A szavahihetőség mind a kettőben. Hát ez egy taktika, nyilván meggondolta magát, meg nyilván másképp alakultak a dolgok. Ez az, hogy valaki lemond valamiről, azt inkább meg kell süvegelni. Tehát itt ebben az országban szinte nem mond el senki semmiről, hanem mindenki a hatalmat akarja magának, de pro és kontra mind a két oldalra vonatkozik ez. Ha valakik néha tesznek egy gesztus, mondjuk lemondanak a mandátumukról, vagy lemondanak például erről a potenciális pozícióra, akkor ezt meg kell süvegelni. A Karácsony ugyanúgy megnyerte volna az előválasztást, mint a Márki-Zay, lehet, hogy esetleg kicsivel kisebb arányban, ezt nem tudom, mert senki sem tudja, de tuti, hogyha ő nagyon akarta volna, akkor meg tudta volna ezt csinálni. És hogy lemondott, tehát szerintem ezt meg kell süvegelni. Ez egy nagyon, nagyon kemény és nagyon tiszteletre méltó gesztus. No, el kell mennünk egy rövid szünetre, nézőknek említeném, hogy ne menjenek sehova, pár perc és jövünk vissza. Jó estét kívánok! Folytatódik a Csörte, a nap vitája élőben innen a Hír Televízióból, Kukorelli Endrével és Pesti Lászlóval, Csuha Ildikó, illetve Deák Dániel pedig továbbra is élőben követi a beszélgetést. Az urak után ők következnek, és ugye ott hagytuk abba, hogy Városháza eladása egy feltételezés. Ha és amennyiben bizonyítást nyernek ezek az információk, amiket most hallottunk, illetve láttunk, akkor önök szerint milyen következményekkel kellene járnia mondjuk a főváros vezetése körében? Hát, gyorsan magamhoz ragadom, egy mondat erejéig Fritz Tamás barátunkat már a jobb és a baloldal is hosszú évek óta idézi, mi szerint ez a következmények nélküli ország, és a Fritz emlékezetes mondatának tükrében, hát milyen következményekkel, gyerekek, hát semmilyen, hát milyen. Jó, hát ez egy nagyon szellemes mondás, és mindenki idézi, ebben teljesen egyetértünk, de azért nem szeretem az ilyen típusú mondásokat, mert ezek ilyen kicsit önbeteljesítő mondások. Tehát, hogyha itt elkezdjük mondani magunkra, hogy ilyen rosszak vagyunk, vagy olyan rosszak, én öreg futballistaként tudom azt, hogyha az öltözőben már elterjedt, hogy úgyis kikapunk, akkor tudja, hogy ki fogunk kapni. Tehát épp az ellenkezőt. Tehát azt kell mondani, hogy oké, rengeteg probléma van, de meg kell próbálni levonni a következtetéseket, vagy hogy legyen a dolgnak következménye. Tehát igazából... Jó, de mi? Tehát, hogyha van politikai csoport, amely azt követeli mondjuk, hogy Karácsony Gergely mondjon le, vagy meneszteni kellene a vagyonkezelőnek a vezetőjét, vagy most sorolhatnánk. Felsorolhatjuk a különféle konzekvenciákat, amik teljesen mindegy, hogy ki, de vagy valamit tesz, és az bebizonyosodik a Dunagate ügytől a Watergate ügyig. Politika történet számos ilyet ismer, van a morális felelősség, amikor azt mondjuk, hogy hát ez nem szép dolog erkölcsileg, van a politikai felelősség, amikor azt mondjuk, hogy illene lemondani, mert ez akkora disztóság, és szerintem fontos, és nem azért mondom, mert 5,5 évig egy jogikar nevű intézményben is töltöttem az időt, van a jogi, és talán a kérdésedre ez a válasz, van-e jogi felelősség, megáll-e a büntetőjogi ad absurdum más jogákba tartozó felelősség, bíróság, ügyészség, nyomozás, megáll vagy nem? Igen, ez valóban jogi kérdés, tehát és ez, én nem jártam jogi karra, tehát ez nem tudok hozzászólni, de azt kétségtelen, hogyha a Karácsony azt mondta, hogy ez egész kamu, és kiderül, hogy nem kamu, akkor annak következménye kell, hogy legyen. De annak már erkölcsi következménye kell, hogy legyen. Tehát, mindenképpen. Ha nem is adták el a Városházát, és ő azt mondja, hogy nem is beszéltek ilyesmiről, és kiderül, hogy igen, akkor annak alapvetően erkölcsi következménye kell. Igen, Marianne, ne arra, hogy visszakérdezek, tudom, hogy nem illik, de
Hát nem. Én ugye nem praktizáltam soha egy percet sem jogászként, minek utána volt szerencsém ledoktorálni abban a szép épületben, mert hogy van egy másik szakmám, de kérdés, tételezzük föl, hogy Karácsony Gergely, vagy akár nem ő, de a mögötte lévő sundám, bundám, boltolgató disznók el akarták adni azt a házat. Még mindig fönnáll a kérdés, hogy bár mindenki meg fogja vetni ezt az egész dolgot, találunk olyan jogszabályt, amiben ez ütközik, és ez egy kardinális kérdés. Kukorelli Endre, mit válaszol erre? Mondom, tehát el fog dőlni az, hogy ennek az egésznek milyen valóság alapja van szerintem perceken belül. Na nézzük akkor egy másik témát, erről még úgyis sokat fogunk beszélni. Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök jelöltje, lemigránsozta a határon túli magyarokat, majd kitiltotta közösségi oldaláról az ezt szóvántevőket. Deák Dániel Facebook oldalán osztotta meg, hogy Márki-Zay Péter letiltotta őt a közösségi platformról. A hozzászólásban, amiért a baloldali miniszterelnök jelölt a tiltás mellett döntött, Deák azt sérelmezte, hogy Márki-Zay határon túli magyarokat nevezte migránsoknak. Erről mit gondolnak az urak, mert mindenki mondja a sajátját, a saját igazát, nehéz dönteni? Hát természetesen, hogyha azt mondta a határon túli magyarokról, hogy migránsok, akkor az katasztrófa. Tehát, hogyha ezt mondta, hogy a határon túli magyarok migránsok, az katasztrófa. Én ezt nem hallottam, ezt a felvételt. De azt mondták egyébként nekem, hogy ezt nem határon túli magyarokra mondta, hanem határon túliakra mondta, tehát ezt a distanciát azért nagyon erősen meg kéne tenni. Én azt gondolom erről a dologról, hogy valóban én is próbáltam rákeresni, és explicit, ahogy Bandi is mondja, így nem találtam meg, biztos rosszul használom a Google-t, de valószínűleg találtam egy nagyon hasonló kijelentést tőle, ami sajnos az ő politikai attitűdjére itt utal, és lehet, hogy most kivételesen nem fogunk egyetérteni Bandival, mert hogy a Biblia nevű írásban van egy valami olyasmi mondat, hogy a langyosokat az Úristen is kiköpi. Tehát az egész Márki-Zay jelenség, aki egy ugye sok gyermekes, keresztény konzervatív, aki a teljesen antiklerikális DK-sokkal árul egy gyékényen, és azokkal a nemrég még 5-6 éve új náci beszédet hangoztató jobbikosokkal, akik zsidóztak, buziztak, cigányoztak, szóval az egész csáva egy ilyen számomra politikailag és erkölcsileg is teljesen behatárolhatatlan dolog, és tehát pont ezért nem találtam meg, miközben megtaláltam azt, ami utal erre, hogy én félszékelyként kikérem magamnak azt a valóban áthallásos kijelentést, tehát azt, hogy ez amikor Gyurcsány azt mondta, hogy kettős állampolgárság? 23 millió román fogja elárasztani Magyarországot, tehát ez a sunyiság, ez a nem mondom ki, de arra utalok, hát ha halljátok, hát ha nem, szóval én hányok ettől a dologtól. Ugye ezért nehéz kérdés, mert amikor azt mondja Márki-Zay Péter, hogy határon túliak, az többnyire a magyarokra értjük ezt a frázist, ezt a kifejezést, és nem mondjuk a határon túli lengyelekre. Jó, azért mondom, hogy a határon túli magyarokra értette, akkor az borzalmas, tehát ilyeneket nem lehet mondani a határon túli magyarokról. A határon túli lengyelekre, vagy a nem tudom, ukránokra mondta. Hogy van, de ez a pont, ez a se meleg, se hideg, se fekete, se fehér, ez az egyensúlyozunk, kicsit jobboldaliak vagyunk, kicsit balott. Az egész Márki-Zay jelenség számomra gyomorforgató, tehát egy virtigli öreg ávóst többre tartok, mint aki ennyire semmilyen. Itt akkor most nagyon nem értünk egyet, mert például itt vagyok, Zumba és Péla, hogy mondják, én. Bennem abszolút, én nagyon konzervatív vagyok egy csomó mindenben, ami a szabadságot illeti, mert hogy a szabadság szerintem számomra a legfontosabb dolog, abban nagyon liberális vagyok, és ugyanakkor meg van egy ilyen elég erős ilyen szociális érzék bennem, és ennek megfelelően baloldali is vagyok. Tehát az, hogy egy emberben mind a három dolog megvan, és ez tűrhető arányban ötvöződik, hogy így mondjam, azt szerintem abban semmi probléma nincs. Ami konkrétan Márki-Zayt illeti, szerintem ez tényleg egy konzervatív pofa, hogy látszik minden, az egész attitűdjében látszik. Az én családom, ez a tipikusan keresztény konzervatív
középosztálybeli család, ismerem a gesztusaikat, ismerem a hanghordozásokat, ismerem azt, hogy hogy veszik fel az akót, stb. Tényleg abszolút képbe vagyok, és látom, hogy ez az ember jó, egy fiatalabb kiadás, mint az én felmenőim, de nagyon hasonló. Na most az, hogy ő egy politikai szerepet vállal, ahol összehozza úgymond a nem fizetes oldalt, amely tényleg elmondhatatlan heterogén, tehát egyáltalán nem az a monolit tömb, amit a Fidesz képvisel, és itt együtt kell működnie a legszélsőségesebb, úgymond a legszélsőségesebb dolgokkal is. Ez egy politikai kényszer, ez egy kényszerpálya, amit valaki vagy bevállal, vagy nem. Ő bevállalta, és azt nézni nevezetesen, hogy felül tud emelkedni ezen az ügyön, hogy most konzervatív, meg baloldali, meg liberális, és azt mondja, hogy szerinte nem jó a mostani kormányzat, mert ezért, és ezért le kell váltani. Nem azért kell leváltani, meg konzervatív, meg jobboldali, hanem azért, mert diszfunkcionális. Most az ő véleménye ez, és ezért fog össze olyan elemekkel, vagy olyan más típusú világnézetű emberekkel, akikkel egyébként nem fogna össze. Badi, ne haragudj. Nincs egy éve, hogy egy másik televízióban egymástól így körülbelül 2 méterre ültünk, és ha jól emlékszem, Arisztotelészt idézted, és a politika étoszát, azt hiszem ezt a szót használtad, hogy a közügyekkel való foglalkozás az egy szép dolog, és nemes dolog, és kvázi kötelességünk, és hogy az ideológia, mint olyan, az nem egy pejoratív kifejezés, hanem az egy fontos elem az ember életében, és egy olyan politikus, aki egyszerre minden, aki a volt kommunista ifjúsági szövetség vezetőjével, Gyurcsány Ferenccel, és a nemrég még zsidózó, buzizó, cigányozó jobbikosokkal, 5-6 éve sincs, hogy ezek történtek, egyszerre tud egy platformon árulni, miközben keresztény konzervatívnak adja el magát, ne haragudj, pont az az étosz, amit te annak idején mellettem ülve 2 méterrel Arisztotelésztől hoztál be a beszélgetésbe, pont az vesz el, amikor meglátom a Márki-Zajt a képernyőn. Ezt én értem. Ezt a szempontot, ezt értem. Csak szerintem ez nem igaz, ez nem stimmel. Azért nem stimmel, mert nem arról van szó, hogy a Márki-Zaj attól mondjuk baloldali lesz, vagy ilyen is lesz, meg olyan is lesz, hanem van egy attitűdje, és azt mondja, hogy együtt tud működni. És szerintem a magyar közbeszédből ez hiányzik a leginkább. Az nevezetesen, hogy mi mondjuk nem értünk egyet, mondjuk más a világszemléletünk, meg az attitűd, meg nem. Miközben ugyanonnan jövünk, speciál mi pont. Igen, de azért mégis tudunk egymással normálisan beszélgetni, és mit tudom én, jó, kivitatkozunk magunkat, és termékenyen nem értünk egyet adott esetben, de utána el tudom menni egy sörre. A normális beszélgetés egymással az együttműködést még nem jelenti. De az abszolút a ügyek menti együttműködés. Tehát, hogy Bocska István mondta azt, hogy a dolgot magát kell nézni. Tehát az a politika, amikor van egy probléma, más pártiak, itt beszélgettünk kint, hogy mindenféle törésvonalak vannak a társadalomban. Ez rendben van, az a normális, hogyha a társadalomban törésvonalak vannak, de az viszont nem normális, hogy a törésvonalak másik oldalán, a két oldalán levő emberek nem tudnak egymással kommunikálni, és csak a gyűlölködés meg a rossz indulat megy. Egy kérdés, hogy a Pesti László kicsit ingerőtlen most már Márki-Zaj Péter kapcsán, de ez ávós hasonlat, vagy mérce, az lehet, hogy egy kicsit erős volt, nem? Akkor lehet, hogy a konszolidált nézők kedvéért elnézést kéne kérjek, és meg is teszem, elnézést kérek. Nem akartam egy öreg ávost és Márki-Zaj Pétert összehasonlítani, és itt be is fejezem a mondatot. Mennyire fogadja el például Cucarelli Endrének a véleményét, hogy témák mentén együtt lehet működni különböző világnézetű embereknek, avagy sem? Azt gondolom, hogy mi Bandival ebben a világéletünkben egyetértettünk, és akármennyire is a parlamenti patkóban ő 2 évet eltöltött, majd felállt, úgy tudom, mert hogy azt mondta, hogy köszönöm szépen, nem ez az én utam. Mi nagyon sok mindenben egyetértünk, és nem a közös családi hátterünk, vagy hasonló családi hátterünk, vagy neveltetésünk okán, hanem talán a közös magyarságtudatunk, vagy közös európaiságunk, vagy már a franc tudja, minek hívják ezt okán. És Bandi a konszenzus teremtőt látja Márki-Zajban, én pedig a semmienséget. És lehet, hogy ebben most kivételesen van köztünk egy vita. Oké, hát természetesen ez megint a puding és a próbája. Tehát majd, hogyha mondjuk valaki, mondjuk
hatalomra kerül, mármint a végrehajtó hatalomra kerül, akkor dől el, hogy valaki hogy működik. Tehát Orbán Viktorról is akkor dőlt el, hogy hogy működik, amikor végrehajtó hatalom közelébe került, vagy a Horn Gyuláról. Igen, tudom, mindenki. Ugye az ellenzéki összefogásnak volt egy próbája, az az önkormányzati választás volt. Két év eltelt, már lehet valamit sejteni, hogy hogy működnek együtt. Én hát meg kell kérdezni egy hódmezővásárhelyi embert, hogy hogy működik együtt például ez a szivárvány, vagy nem tudom milyen koalíció, amelyik működteti a várost. Én úgy tudom, hogy jól működnek, hát nem tudom. Szóval működtet, Pécset, úgy, tehát egyáltalán vagyok ilyen szakértője semminek, de úgy tudom például az izraeli kormányzat is teljesen rengeteg pártból áll, meg minden, és jól tudnak működni, és működnek addig, amíg működnek. Aztán, hogyha nem működnek, akkor szétesik. Ilyen a politika. Van egy jó kis váltógazdaság, és szerintem az, hogy van váltógazdaság, az teljesen jó. Amiről most beszélünk, az valójában nem egy morális és nem egy igazi politikai kérdés, hanem a kormányzók képesség kérdése, a mechanizmust, amelyet rábíztak. Lehet az egy falu, egy kisváros, vagy egy ország. És ez egy nagyon fontos szempont a választásokon, és bizony sokan azzal érvelnek, hogy hát igen, lehet neked igazad, kis barátom, de nem vagy elég gyakorlott, és nem vagy kormányzóképes. És a választók szemében egy nagyon fontos. Pesti Lászlónak lejárt az ideje, mit szól? Igen, hát eleve senki sem úgy születik, hogy kormányzóképes legyen, nyilván egy gyakorlat kérdése ez. Tehát, hogy milyen lesz a Márki-Zay, hogyha mondjuk nyer, tegyük föl, és erre azt mondom, hogy ne engedjük meg, de én azt mondom, hogy majd meglátjuk, akkor tényleg a gyakorlat fogja ezt eldönteni. Eleve azt mondani valakiről, hogy nem alkalmas, ez teljes félreértés. Szerintem mindenki benne van, a minden magyar állampolgárban benne van potenciálisan az, hogyha egy jó csapatja van, akkor normálisan. Karácsony Gergely alkalmas a főváros vezetésére? Abszolút alkalmas rá. Ezt látja? Ezt látom, igen. Útfelújításoktól kezdve mindenre? Ezt mondaná? Szóval... Természetesen nem vagyok ezeknek a dolgoknak, hogy útfejtása, policinek nem. Hát most már akkor ezt nem tudjuk befejezni, ezt a gondolatot, de egy érdekes eszmefuttatás lett volna. Urak, nagyon örültem, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mi pedig akkor újságírókkal folytatjuk. Köszönöm. Önök továbbra is a Csörtét, a Napvitáját látják. A Hírtelevízió politikai vita műsorát, ahol nincs mellébeszélés. A politikusok vitája után most az újságíróké a terep, akik eddig élőben a stúdió előtt követték az adást. Mit szólnak ők a most elhangzott vitához? Kinek volt igaza? Melyek voltak a legérdekesebb gondolatok? És akik most egyenesen megmondják a véleményüket a vitázókról, Csuhay Ildikó és Kacsó Dániel. Szervusztok, jó estét nektek! Szervusztok, jó estét! Mit emelnétek ki ebből a vitából? Ildikó? Ancsaj. Engem meglepett időnként olyan nem filozófikus, de ilyen intellektuális magasságokban értettek egyet egymással, és ez az ávós vénember, ez a hasonlat, ez nekem nagyon erős volt. De elnézést is kért. Igen. Nekem azt tetszett ebben a vitában, hogy mindkét fél kiemelt, hogy mennyire szeret vitatkozni, és szereti azt, hogy eltérő véleményeket lehet ütköztetni. Ez egy jó fórum egyébként erre, és attól függetlenül, hogy két ember mást gondol a világról, politikáról pláne, egymással szóba állhatnak. Ez szerintem egy jó üzenet volt. És a vita is jó volt egyébként. Na nézzük akkor az egyik legnagyobb témát, amivel foglalkoztunk, az a Városháza eladása, és őket is arról kérdeztem, hogy ez most ügy vagy nem ügy, hiszen a kormányoldal azt mondja, hogy ez egy nagyon nagy ügy, Karácsony Gergely pedig azt mondja, hogy nem, és nem létező ügyről még ugye nem is tud tájékoztatást adni. Hogy láttátok ebben az urakat? Érdekes volt, hogy bizonyos kérdésekben egyetértettek, tehát nekem úgy... Azt gondoltam volna, hogy Kukorali Endre fogja megvédeni majd alapvetően a városházi álláspontot, Karácsony Gergely főpolgármester szerepét adott esetben, hát ő mondta azt, hogy ha ez így van, akkor mármint amit tudunk egyelőre az ügyről, akkor lehet, hogy ennek politikai következmények kellene, hogy legyen. Egyetértek Kukorali Endrével és Pesti Lászlóval is ebben az ügyben kellene, hogy legyen következmény. Izgalmas volt ez a szempontváltás képessége Pesti László részéről és Kukorali István részéről is.
Endre, bocsánat. Igen. Ugye kicsit olyan volt, mintha mindannyian várnák még az információkat, hogy mi derül ki, hogy ugye mindenki most látja az újabbnál újabb videókat, egyre több részletet, és mindig, amit Pesti László mondott, hogy azért nagyon óvatosan fogalmaz mindenki. Amit tudunk, ami biztos, amit a Városháza elismert, azt mondták, hogy ez egy döntés előkészítő tanulmány volt, ugye a Városháza kiadta ezt a közleményt, és hogy itt a Városháza ez a rövid, közép és hosszú távú fejlesztési lehetőségeit vizsgálták meg, és azt hangsúlyozták, hogy minden lehetőséget. Ebbe nyilván beleértendő az eladás lehetősége is, viszont nem tudom, hogy volt-e időtök elolvasni, mert eléggé a műsor kezdéshez közel jött ki ez a nyilatkozat, meg a tanulmány, átfutottam, és a 41. oldalon leszögezik ennek a tanulmánynak a 41. oldalán, hogy elvetették az eladás lehetőségét. És erről 2020, ha jól emlékszem, november 26-án megszületett a döntés. Azért ez a tanulmány kiadása, ezt megelőzte egy újabb kiszivárgott felvétel, amin egy vállalkozó a vagyonkezelő vezetőjével beszélget arról, hogy milyen lehetőségek vannak. Valóban nem döntésekről van szó. Balcs Balázzsal. Így van, aki az egyik legkompetensebb ebben a történetben, és olyan hangnemben és olyan stílusban, ahogy már szóba került a beszélgetésben, készítésnek egy igen furcsa módozata, de ami a legérdekesebb, hogy Karácsony Gergely az elmúlt napokban folyamatosan úgy nyilatkozott, hogy rá egy-két napra az újabb kiszivárgott, kikerült információk megcáfolták az ő mondatait. Tehát egyrészt, hogy nem ismeri a nevezett embert, az egyik vállalkozót, a Berki Zsoltnak hívják, nem is hallott róla. Majd de a felvételen nem ő beszélget Berki Zsoltal. Hanem az ő általa kinevezett vagyonkezelőnek a vezetője. Igen. De akkor pontosítsunk, Dani, egy Barcs Balázs néven bemutatkozó férfit hallunk. Tehát meg még kettő-három másikat, igen. Igen, meg még kettő-hárman, de a hangsúly... Az egyik de a hangsúlyom ott volt, hogy Barcs Balázs néven bemutatkozó férfi. Tehát én nem ismertem föl a hangját, mert én nem beszéltem Barcs Balázsval soha. Ha az egész egy színjáték, és itt nem is azok az emberek beszéltek, akik magukat úgy hívják, hanem csak eljátszották őket, akkor nyilván ez egy feltételes mód, de egyelőre még senki nem nyilatkozott arról, hogy Barcs Balázs sem adta ki 5 percen belül a közleményt, hogy ez nem én vagyok, azonnal tiltsa le a felnőttet mindenki. Szerintem ez egy fontos momentum. Én azzal egyetértek, hogy mivel a Barcs Balázsként beszélő férfi ezen a hangfelvételen azt mondta, hogy ezt a kabinet elé tárták ezt a tervet, nem tudom, hogy a Városháza közleményén túl Karácsony Gergely szükségét érzi-e, hogy ő még megszólaljon, megnyilatkozon hát ebben az ügyben, ami nincs ügy. Hogy ez fel sem merült. Hát az most már biztosan tudjuk, hogy felmerült. És egy külső vállalkozóval beszélt a főváros egyik prominens személye. Egy olyan külső vállalkozó, aki nem tudom, mit keres ott egy ilyen egyeztetésen. De itt azt mondták, hogy ez egy döntés előkészítő tanulmány, a Városháza közleményében én legalábbis ezt olvastam, hogy itt minden lehetőséget megvizsgáltak, és úgy vizsgáltak meg minden lehetőséget, hogy piaci szereplőkkel beszélték át. Na most itt mondott Ildikó egy nagyon kulcs tényezőt, vagy kulcs gondolatot, a tanulmánynak a 40 akárhányadik oldaláról idéztél, hogy minden eshetőséget megvizsgáltak, ám ezt elvetették, ezt az ötletet, ha jól emlékszem. Az, hogy minden eshetőséget megvizsgáltak, azt vagy magából a közleményből idéztem. De hogy elvetették ezt az eladási ötletet. Abból derült ki, hogy itt a 41. oldalon az szerepel, hogy az a döntés, hogy nincs. Sokakat ilyesmi. Viszont maga az ötlet háborít fel, és azt mondják, hogy a parlamentet és még jó néhány intézményt, ingatlant nem lehet eladni, mert nem csak anyagilag van értéke, hanem eszmei értéke van. Vannak olyan ingatlanok, épületek, amiktől nem szó. Elé, hogy ő meg akár azt is eladná. Képzeljük el, hogy végigmenve ezen a gondolatmeneten, a hasonlaton, hogy egyáltalán fölmerül és egy döntés előkészítő szakaszban egy tanulmány születik arról, hogy eladnánk az Országházat. Mert ugye kicsiben az Országház több mint 100 év, azt hiszem, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a helyett adó történelmi épületről beszélünk, a Városházán. Hogyha fölkészülünk abból a lehetőségből, hogy esetleg el is adhatnánk, az már azért valahol elindulás egy bizonyos úton, amin
ahogy Marian is idézte, nagyon sokan el sem indulnának, fel sem vetnék ezt a kérdést. A közleményben én nem olvastam, elég hosszú ez a közlemény a rövid, közép és hosszú távú fejlesztési lehetőségeknek a megvizsgálásáról. Ott egy szóval nincs arra utalás, hogy ez egy eladásra készült volna. Volt egy megbízási szerződés korábban, meg egy valamennyi lehetőséget, vagy az összes lehetőséget, és ebben nyilván bele lehet érteni ezt is, amiről a Barcs Balázsnak nevezett férfi tárgyalt, vagy beszélgetett. Mit olvastok ki ebből a hangfelvételből, amit nagyon sokan most már azóta láttak? Ott ugye elhangzott az, hogy ők szakemberek, nem politikusok, és hogy a mélygarást meg kell csinálni, a homlokzatot fel kell újítani, és ugye a parkot. És amit korábban én is idéztem, hogy ki az az a személy, aki mondjuk elkészíti, megcsinálja a parkot, aztán utána feltúrja az egészet. Ehhez képest pedig ugye Karácsony Gergely most a tervpályázatot kiírta. És ugye ezt is... Tegnap jelentette be, hogy vagy így van, hogy bejelentő, hogy várják. A Városháza Parkra kiírták a tervpályázatot, és ő ezzel cáfolta a korábbi... Na de itt elhangzott a felvételen, hogy a parkot azt azért készítik el, mert hogy megígérték, de amúgy utána a felújítást valahogy meg kell csinálni. De ezt nem Karácsony Gergely mondja. Tehát amit Pesti László mondott jogászként, hogy hiányzik az a láncszem, már az előző hangfelvétel is, hogy Karácsony Gergely adott volna arra bármilyen jelzést, bocsás, kérést, de hogy... vezető az, aki vagy nem tud róla, vagy tudott róla, de letagadja. Tehát ez a két eshetőség van. Milyen főnök az, milyen a Városháza vezető, akinek az embere a háta mögött tárgyal ilyen kérdésekkel, ehhez... vállalkozókkal, mert hogy szerintem ez itt az egyik legaggályosabb része a történetnek. Ehhez érkezett a nézői komment, a Nap kommentjét olvasom most. Föl a bal oldalra mindig is a lopás volt a jellemző, ezt csinálják most a Városházával is, ellopják. Ez is erős kifejezés, ma úgy tűnik, hogy ebbe... Hát ezt én is korrigálnám, itt még lopásról még, oda még nem jutottunk el. Az előző ingatlan ügynél pedig, ami a Tétényi úti ingatlan ügy volt, ott ugye Karácsony Gergely azt posztolta, hogy teljesen nem mondta, hogy intézte, elnézést. Nekem is nyilatkozott tegnap Tarlós István, ne haragudj, hogy félbeszakítottam a mondatodat. Nem azt mondta Karácsony Gergely, nem azt posztolta, hogy a Tarlós István idejében intézték volna, hanem az értékesítési folyamatot készítették elő, Tarlós István ezt száfolta. Így van, azért ez is fontos momentum. Még egyszer, nekem az egészben nagyon röviden Karácsony Gergely szerepe a leggaggályosabb, mert egyre másra derülnek ki olyan információk, amik az ő előző napi nyilatkozatait cáfolják. Nem ismer embereket, aztán kiderül, hogy hát ha nem is ő ismeri, de a közvetlen beosztottjai tárgyalnak velük. Olyan megbízási szerződések születnek, amiben konkrétan ott van az eladás a Városházának. Tehát valami egyértelmű választ kéne már adni erre a történetre. Na, szerintem erről még fogunk beszélni a közeljövőben. Biztosan, Ildikó, Dani, köszönöm, hogy itt voltatok.